Köszöntöm a korhatártalanul nézőit! Ma olyan vendéget hívtam, ha most azt játszanánk, hogy nem mutatjuk meg, csak megengedem, hogy köszönjön, akkor legyen így. Jó? Akkor csak köszönj kérlek! Szeretettel köszöntelek, Judit, téged is, és a kedves nézőket is, és köszönöm, hogy meghívtál. Szóval ezt a hangot azt gondolom, hogy az ország minden lakója ismeri, ismerte, szeretettel hallgatja, és köszönöm Gábor, hogy itt vagy, Mohai Gábor a vendégem. Sokszor megéled azt, hogy a boltban kérsz valamit, vagy, vagy valahol ügyet intézel, és felkapja a fejét az ügyintéző még mind a mai napig. Igen, ez tényleg így van. Tényleg így van, szóval nem csak a televízióból, az arcomról ismernek meg úgy nyilván, mint téged is, hanem sokszor a hangomról is. Emlékszem rá, hogy egyszer Debrenti Piroskára biztos emlékszel, meg hát a kedves nézők is emlékeznek rá, ő rádió bemondó volt, fantasztikus. És, ő mesélte, hogy ő a Rákóczi úton lakott Budapesten, szemben az Urániával, és ott mellette van egy közért, és mindig oda járt, és akkor volt egy pénztáros kislány vagy hölgy, aki mindig azt mondta neki, hogy Piroska, mondja nekem azt, hogy ki nyer ma a pénztár, mert ő mondta ennek a főcímét. Gábor, ennek a műsornak az a címe, hogy korhatártalanul. Talán tudod, aktív idősödéssel is foglalkozom, és általában a beszélgetéseink egy pontján szóba is szoktam hozni, de inkább a vége felé. És én most hozom ezt szóba, mert képzeld el, hogy annyira meglepődtem, amikor kiderült, hát ugye nyugodtan mondhatom, hogy hány éves vagy. Jó, de teljesen megdöbbentem, sőt, amikor ez a beszélgetés képernyőre kerül, akkor éppen egy nappal, Töltötted be a 75-et, úgyhogy Igen. nem tudom, babonás vagy-e, hogy akkor Abszolút, Isten éltessen, meg, jó szépen. egészséget és mindent, Köszönöm ami szépen. még az életben elképzelhető. Kívánok neked, de azt akartam mondani, hogy hihetetlen számomra, hogy 75 éves vagy. Tehát, hogy egy férfi ember itt ül velem szembe, és 75 éves. Tehát, mit csinálsz te azért, hogy ilyen jól tartod magad? Most én nőként hadd dicsérjelek téged. Nagyon kedves vagy. Uh, nem sportolok. Akkor lehet, <laughs> sportolok. hogy az segít. Igen, igen. Uh -huh. a Churchill mondta azt, hogy csak semmi sport. Úgyhogy... Igen, ő aztán a viszkit is szerette, meg szivarozott Na most én is. azt sem szeretem, se Aha. a viszkit, se a szivart. De hát ilyen, hát ez van. Így van. Azért érzem, hogy megy az idő, de ebbe belegondolni nem is kell belegondolni, hogy ki hány éves vagy az embernek. Nem számít. Én azt hiszem, hogy nem számít. Hogy... És a hangodat óvod valahogy, mert azt megfigyeltem, hogy azért ahogy idősödünk, vannak, akik a hangukból élnek, időnként már kezd kicsit olyan libegős lenni, kicsit olyan fátyolos lenni, de a te hangod az mind a mai napig olyan, Szépen, bársonyosan csengő, tehát valahogy óvod a hangod. Megmondom őszintén, hogy nem. Azzal sem foglalkozom egy egy titka lehet, ha ez egyáltalán titok, vagy módszer, hogy nem iszom hideget, de nem is szeretem. Szóval nem tudom meginni a jéghideg vizet, vagy, vagy akár sört, bort. Még sört talán egy évben egyszer nyáron akkor iszom, de azt se jéghideg. Nem szeretem a hideget, de semmi különöset nem teszek érte. Tehát nem, nem. eszel csípős paprikát, mint annak idején Gregor József. Gregor, Józsert. igen, emlékszel, mondta. Hogy a tényleg, jó szerette? Azt se nagyon Szeretem, de megeszem azért. A lecsóban, a jó lecsóban, a kis csípés az nagy. Nem, hát gondolom ez, ez így, ilyen genetika lehet, vagy nem tudom, de hála Istennek, hogy. Szerencsés. Innan. Szerencsés is vagy. Igen, 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 igen. Jó régóta ismerjük egymást. Ugye te a rádióban kezdtél bemondani, aztán a tévében a Bemondók közé, ami kis csapatunkba kerültél, és aztán nekünk van egy nagyon kedves, közös emlékünk évről évre a Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen együtt konferáltunk, és én erre mindig nagyon jó szívvel emlékszem, és ez úgy közelebb is hozott minket egymáshoz, mert az mindig fantasztikus élmény volt a sok fiatallal, gyönyörű hangú kórussal ott együtt dolgozni, együtt lenni. Szeretném, ha egy kicsit így a gyerekkorodat visszaidéznénk, mert hiszem azt, hogy az ember a gyerekkorában gyűjt magába, majdnem mindent, amitől aztán olyan felnőtt lesz, amilyen. Te egy kis faluban vagy kicsi városkában gyerekeskedtél. Ez nagyon bonyolult. Igen. Nem is nagyon szoktam róla Igen. beszélni, mert úgy különösebben nem, nem is kérdezik. Az én édesapám görög pap volt, egy Újfehértó nevű, most már városnak hívják, Debrecen és Nyíregyháza között van, és azt hiszem, hogy a görög, ők tudva levelegük megnősülhetnek, Igen. hát nyilván itt vagyok én is, Igen. és uh, talán addig sem meg azóta sem fordult elő, hogy görög pap elváljon. És az én édesanyám elvált az édesapámtól három gyerek után. Én, én utána megszülettem, és akkor utána egy-két egy, évvel ők elváltak. És uh, egyszerre elmentünk édesanyámmal az ő testvéréhez, az én nagynénémhez, akik szerencsén laktak, és pénzügyőr volt az ő férje. És uh, mikor letelt a nyaralásra szánt talán egy hét vagy valami, akkor én azt mondtam, hogy ja, itt olyan jó, majd én még egy kicsit itt maradok. És ebből a kicsit ott maradokból tíz év lett. Jé. És édesanyám hiába jött értem, állandóan nagyon szerettem édesanyámat, tehát nem volt ezzel semmi probléma. Viszont a, azt sem szeretem, hogy nevelőszülők, mert szinte édes hát, szülőként persze. szerettem őket, és őket is anyuna kapunak szólítottam. Nekik akkor még nem volt gyerekük, később aztán lett, és ott maradtam ilyen harmadiknak, egészen addig még el nem végeztem az általános iskolát. Ez milyen érdekes, hogy egy kisgyerek, ugye készen kapjuk a gyerekeket. A gyerekek készen kapják a szüleiket, és akkor egy kisgyerek egyszer csak, egyszer csak úgy érzi, hogy valamiért ott jobb, vagy valami... Ne, ezt meg se tudom neked magyarázni. Édesanyám állandóan jött, tehát ő rendszeresen látogatott. Édesapámmal már más volt a helyzet. Ő egyetlen egyszer sem látogatott. Meg biztos volt valami tüske az ő szívében, amiért én abszolút nem haragszom rá, meg 14 éves koromban egyszer küldött nekem egy, mikor elvégezt, nyolcadikos voltam, és küldött nekem egy ilyen nagyon menő bőrkabátot. A testvéreim jöttek édesanyámmal, és akkor idatták nekem, és azután mentem el én hozzá, ahol ő lakott, egy másik faluban, mert őt akkor elhelyezték Újfehértóról, megköszönni meg, Hát egy idegen emberrel álltam hmm. szembe. Nem is tudtátok aztán rendben hozni, vagy nem is. Semmi csak akár... probléma nem volt. Aha. Tehát én őt is ugyanúgy szerettem, apunak hívtam, és akkor elkezdődött a gimnázium, elteltek az évek, és még azt is mondom, hogy ő nagyon büszke volt én rám, mikor már később Igen. azt kezdtem el csinálni, amit nagyon szerettem. Semmilyen nem volt be. Száll de ilyen apa-fiúi kapcsolat soha, ilyen kis. Pár lépés távolság mindig volt közöttünk. Inkább a tisztelet volt A tisztelet, erősebb. te mondod uh -huh. jó, igen, a tisztelet. És ugyanakkor az édesanyám férjét, aki orvos volt, őt is nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy én bőve, azt mondtam, bővelkedtem uh -huh. szülőkben, és hát lehet, hogy csak én nem veszem észre, de én nem érzem, hogy valami törés lett volna az életemben. Hát mondhatnánk több szeretetet. Igen, több talán, adag szeretetet, igen, igen. több oldalról kaptál. Holott mint... általában, hát ezt én is tudom, hogy az elvált szülők gyerekei, picit azt kicsit azt, uh -huh. azt, azért azt megviseli őket ez a, ez a helyzet. De nekem semmilyen nem volt. Uh -huh. Milyen kisgyerek voltál? Ugyanilyen, ahogy most így ismerlek, vagy elképzellek. Túl azon, amennyire ismerlek, hogy olyan kis okos, ilyen kis jó, jól nevelt, vagy vagy milyen kis gyerek voltál te? Nem, én nagyon sokat csibészkedtem, ugyanúgy, mint más Tényleg. gyerek. Rengeteg helyen laktam, éppen mondtam, hogy. Uh -huh pénzügyőr volt a keresztanyám, illetve nagynénémnek a férje, és a foglalkozásából adódóan őt rengeteg helyre helyreheztik. Mondtam, szerencsén találkoztunk, először ott maradtam, utána elment Kőszegre, Szentgotthárt, oh. Vasvár és Gyöngyös. Ennyi helyen voltam, tehát bejártam szinte az egész országot velük, és mindenhol nagyon jól éreztem magam. Az utolsó állomás az Gyöngyös volt, ott négy évig. Öt, hat, hét, nyolc, igen, ott végeztem a felső tagozatot. És egy kisgyerek, ahogy így megy, követve a szüleit, könnyen barátkoztál? Könnyen szereztél pajtásokat az újabb és újabb helyeken? Vagy lehet, hogy egy kicsit magadnak való kisgyerek voltál? Ezt Gyöngyösről tudom elmondani. Vasvárról kerültem a Dunántúl, Vasvárról Aha. kerültem Gyöngyösre. És akkor Vasvár még egy ilyen kis hát falu volt, de egy kisebb, gyöngyös meg már nekem, egy olyan nagyvárosnak tűnt. És ilyen butaságot mondtam, írtam a Vasvári barátomnak, Varga Mikinek levelet, hogy hú, itt olyan nagyvárosban lakom, ahol már nincsenek az utcán tehenek, nem járnak kocsik, ilyen tehenes szekerek, és itt lehet olyan tésztát kapni, ami betűfő, ilyen betűtésztát, szóval ilyen kis butaságokat, és az én Osztálytársaim gyöngyösön, amikor oda kerültem, mint városi fiúk, hát nekem olyan kicsit távolságtartó uh -huh. voltam velük, és uh, kérdezték, hogy hogy hívnak, és én nem mondtam meg, hogy hogy hívnak, ilyen csende hát mi között, soha gondoltam magam, uh -huh. hogy hívnak, és elneveztek Kleónak, Kleofásnak. Uh -huh. És képzeld el, hogy a mai napig így hívnak, hogy Kleó, a mai napig uh -huh. tartjuk a kapcsolatot, legjobb barátok lettünk, sülvefővel együtt mentünk, mindenféle csibészséget. Ők nagyon jó zenészek voltak, tehát muzsikáltak, énekeltek, és engem is mondták, hogy jó. itt van a muhai, be kell venni az énekkarba, akkor mentem az énekkarba. A zenekarban mentünk felvonulni ilyen úttörő rendezvényekre, és akkor, hát mondom, én nem tudok muzsikálni, de mondta, hogy tud szilofonozni, és akkor adtak egy szilofont, csak ne ért hozzá, érjél hozzá, és mentünk felvonulni. Emlékszem a, a vagy gyöngyösen. És a mai napig aztán az egyik valóban muzsikus lett, a másik is zenekarban is dolgozik, a harmadik meg sajnos meghalt tavaly. De... Ezt adta az, hogy nem beszéltünk egymással, és nem mondtam a nevem, de utána sülve-főve együtt voltunk. Amikor te gyerek voltál, amikor én gyerek voltam, hát akkor jelent meg a televízió, hogy van olyan emléked, hogy a tévé az egy csoda dolog, vagy, 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 vagy nézhetted, vagy tiltottak -e tőle? Nem tiltottak. Hát sokáig nem is volt. Illetve nem tudom, hogy sokáig, de eleinte nem nagyon volt a családokban televízió néhány helyen volt, és nekünk úgy adódott, hogy egy külföldön élő rokon néni küldött, befizetett ott kint egy televízióra, és akkor itt egyszer csak hoztak egy munkácsi televíziót, és a, a fekete-fehérben, és akkor mi hozzánk is jöttek már a szomszédok, igen, és okay. akkor néztük együtt. Emlékszem a nagynéném mindig azt mondta, hogy tudod, hát Hétfőn nem volt televízió. És mondta, fogok írni a televíziónak, mert hétfőn nem tudok elaludni, nincs adás. Csak a tévére tudott elaludni. Olvastam valahol, hogy hogy kisgyerekként mondjuk így bevondósat játszottál, hogy híreket olvastál, meg időjárás, vízállás jelentést olvastál. ez valóban így volt? Ez valóban így volt. Szent három, mint említettem, ott laktam egy ideig vagy ott éltünk, és az időjárás és vízállás jelentést azt minden nap meghallgattam, mert a bemondó mindig elmondta, hogy a Rába Szent Gotthárnál ennyi és ennyi, 285-32. Okay. És akkor nem tudtam, hogy ez mit jelent, csak azt tudtam, hogy ezt nekem mondja személyesen. És amikor én a rádióba kerültem, akkor ez mindig eszembe jutott, és akkor leültem vízállás jelentést, meg időjárás jelentést mondani, 15 perc kemény koncentráció, akkor én mindig visszaidéztem ezt az emléket, hogy tapasztom a fülemet a rádióra, is mondja, hogy a Rába Szent Gotthárnál is kedvenc műsorom lett. És volt még egy nagyon szép élményem, vagy emlékem van még gyerekkoromból. Volt egy ilyen műsor, hogy Moha bácsi a törpe. Nem oh, tudom, a te gyerekkorodban volt vagy? Persze, 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 persze. És az mindig úgy fejeződött be, hogy, vagy úgy kezdődött, hogy szervusztok, kedves kis pajtások, Moha bácsi szól hozzátok, Moha bácsi a törpe. És én mindig visszaköszöntem, és egyszer megismét, ő is kétszer köszönt valamit. És én azt hittem, hogy meghallotta, <laughs> hogy én olyan, mondtam, olyan, hogy, olyan. és ezért köszönt vissza. És a nagy-nagy élményem az volt, hogy amikor már rádióban, televízióban dolgoztam, és nagyon sokat szinkronizáltam, egyszer a szinkron stúdióban mellette ülhettem Kőmére Sándor, művész úrnak idős színész volt már akkor, és akkor el is meséltem ezt neki. Úgyhogy ez, ez nekem nagyon nagy élmény volt. Most előttem van az igen. arca alakja, egy Kis ilyen nagyon szikár, ö... igen, nagyon szikár, nagyobb, szikár ősz, időkeg, nagyon jellegzetes a... hangjával is, ezt elmeséltem neki, és igen, ez nagyon szép emlék, igen. Milyen meghatározó pillanatai vannak a gyerekkorunknak, ami aztán később valahogy egyszer a felnőtt életünknek is részévé válik. Mikor fedezték, mert gondolom nem te fedezted fel, mikor fedezték azt fel, hogy ennek a fiúnak, vagy legénykének, fiatalembernek szép hangja van, szép beszéd hangja van. Gimnáziumban az én magyar tanárom Debreceni Tibor volt, a Debreceni Árpád gimnáziumban, és amikor bejött az első órát megtartani, ott ültünk a diákok a padokban, és nem azt kérdezte, hogy téged, fiam, hogy hívnak, hanem neked, fiam, ki a kedvenc költőd. Ó mert ő vezette a városi, meg az iskolai irodalmi színpadot is, és én ott izgultam, hogy jaj, meg rám ne kerüljön a sorát, én nem tudok mit mondani, nincs nekem kedvenc költőm. És biztos meghallották, odafönt nem is került rám a sor, csak másik a következő órán, és akkor hazamentem, levettem Petőfi kötetet, mert azt hiszem Petőfi kötet a legtöbb családban volt, és egy csomó vers címet bemagoltam, nem verset, csak címet, hogy én holnap azt mondom, hogy nekem Petőfi Sándor a kedvenc akkor tudjak legalább valamit mondani. És akkor a kezembe adott egy tankönyvet, vagy nem, is, nem hiszem, hogy kötet volt, tankönyv, és hogy olvassak fel egy verset, és mondja, hát ez nem is volt olyan rossz. És akkor bevett az iskolai irodalmi színpadra, és hát akár hiszed, akár nem, akár hiszik a kedves nézők, akár nem én. Attól a naptól kezdve a mai napig nincs olyan nap, hogy verset ne. Nem csak olvasnék, hanem ne mondanék. Tehát idefele is az autóban, vagy bárhol, ahol megyek én. Nagyon sok verset megtanultam azóta, és én ezeket nincs olyan nap, hogy ne mondanék verset. Tehát a magyar tanárod az a Debreceni Tibor volt, aki, akinek a nevét azért Ismerhetjük, és ismerhetik nem csak Debrecenben, hanem a, 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 az irodalmi színpadok világában. Ő volt. Aha. Róla elmondhatom, hogy egy időben az első számú ilyen irodalmi színpad szakértő volt drámapedagógus lett belőle, mert minket leérettségiztetett Debrecenben, és akkor felkerült Budapestre az akkori népművelési intézetben, és akkor itt is alakított egy elég jó kis irodalmi színpadot, bár nem volt olyan híres, mint a Debreceni József Attila irodalmi színpad, mindenféle díjakat megnyertünk, és Debreceni Tibor most 94 éves, hála Istennek, szellemileg teljesen friss, talán két évvel ezelőtt közös irodalmi estet is csináltunk. Úgyhogy ö, mester és tanítvány azt ennek a címet, és egy ilyen egy órás időtartomban verseket mondtunk egy ilyen irodalmi kávéházban. Óriási élmény lehetett. Nagyon, nagyon. És a mai napig olyan fantasztikus írásai vannak az interneten, minden hónapban ír. DT, Debreceni Tibor, DT levelei ez a Címe, és minden hónapban leírja az, a havi fantasztikus. Tehát egészen magas színvonalon ír, nagyon, nagyon nagyszerű ember. A hangod alapján, meg a szerepléseid alapján is vezethetett volna egyenes út, akár a Debreceni Színházba, akár Rádióba, tévébe, de neked volt egy kis kitérőd, és ezt nem nagyon értettem, hogy te orvos akartál lenni, és azért kerültél arra a bizonyos szülészetre majd egy évig Igen. dolgozni. Tehát, hogy ennek mi, mi volt ez, a, ha kitérőnek nevezhetjük? én egészen éretlenül érettségiztem, mert nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Nagyon tiszteltem édesanyám második férje, aki körzeti orvos volt Újfehértón, akkor úgy hívták őket, hogy körzeti orvos, és talán egy kis nyomás is volt rajtam, hogy én is nagyon szerettem volna orvos lenni, meg ők is nagyon szerették volna, hogy én orvos leszek. Ugyanakkor be kell vallanom, hogy én fizikából tudtam, hogy nem fogok megfelelni a, a felvételin, és hát ez így is adódott, és akkor volt egy osztályt nem vettek fel, és volt egy osztálytársam, akinek az édesapja a Debreceni szülészeti kórházban, klinikán dolgozott, és akkor elmentünk oda ővele együtt dolgozni, mert őt se vették akkor fel a szülészetre, ilyen műtős segédnek. És tudod, a műtő segéd az olyan volt akkor, nem tudom, hogy van-e még ez a beosztás, a nyilvánvalóan mert persze. kell lenni, hogy én oda kerültem érettség után két hónappal, azt se tudtam, hogy kinyithatom-e a szememet, vagy be kell csukni. Hát ott volt a Aha. valóság előttem. Szültek a nők, aztán a, hogy, küreteket. Mm -hmm. Hogy abortus igen, nem jutott ott mm -hmm. És ott nekem kellett tartani a műszereket, oh, rettenetes volt, és volt egy olyan élményem, hogy amikor oda kerültem, akkor jött a Tóth gimnáziumból egy olyan kislány, aki negyedikes volt, és hát oda került mm -hmm. a kórházba, és mikor meglátott engem ott egy fehér köpenyben, akkor oda rohant hozzám, elkezdett sírni, és megkérdezte, hogy jaj, nagyon fáj, és hát erre én mit tudok mondani, de hogy fáj, mondom, nem fáj, hát. És akkor ez megtörtént, de mivel a műtősegédeket a műtétek után, amikor tartottuk a, a műszereket utána, fel kellett mosni, tehát ilyen félig-meddig takarítási munkálat, takarítói munkákat végeztünk, és... Tulajdonképpen úgy senki nem vett minket komolyan. És volt egy kismama, aki beszélgeztetett terhes volt, és hónapokig bent kellett lennie a kórházban, és amikor ővele nagyon sokat beszélgettünk, ő olyan emberszámba vett még a felmosó rúddal a kezemben is engem, és akkor rengeteg szép kis beszélgetésünk volt. És akkor eljött a szülés ideje, megszülte a kisbabát és ő meghalt ott maradt. Oh. És, ezt, és jött be utána, a férje láttam a hatalmas csokorral, ő még nem tudta, hogy mi történt. És akkor én levetkőztem, levettem ezt a fehér köpenyt. Nekem kellett levinni ezzel az osztálytársammal a... Hát oda a hullakamrába, hogy minek hívták. És akkor én egy szót nem szóltam senkinek, levetkőztem és hazamentem. Egy, egy mondatot nem mondtam, hogy elköszönök, a több. És akkor nem is jöttem többet ide hanem egy-két hónap múlva jött 9 forint postán nekem, és rá volt írva, hogy hullaszállítás. Úgyhogy próbáltam volna kiheverni ezt a dolgot, de még egy lapáttal rátettek, és akkor mondtam, hogy én, hát ilyen cseléd lélekkel én nem megyek orvosnak. Az ember nem hallhat meg mindenkivel, gondolom én. De szerencsére nekem itt voltak a versek, és akkor én elmentem humán pályára népművelő szak. Igen. szakra. De hát azért jött aztán a Debreceni Színház, ahol miért nem ragadtál ott? Nem szerettem én színházban lenni. Én csak verset szerettem mondani, de mivel tehát abból egyrészt nem lehet megélni, ezért aztán elvégeztem én ezt a szakot. És, de akkor én már Debrecenben nagyon sok ünnepségem, meg rendezvényen részt vettem irodalmi esteken és a színházban volt akkor egy főrendező, Lendvai Ferenc, aki hallott engem verset mondani a városban sokszor, színészekkel együtt is, és bemutatták Szabó Magda Kiálcs város című gyönyörű szép drámáját, amit Magda a Debrecen felkérésére írt, tehát ő nagy debreceni lokálpatrióta volt, egy gyönyörű darab volt, és az utolsó egy héten vagy tíz napban megbetegedett az egyik szereplő, és akkor felhívott engem a Lendvai Ferenc, hogy így beszélt, hogy bejönnél, kisfiam, kipróbálnánk akkor, és akkor én ott eljátszottam egy szerepet, bocskai szerepét ebben a darabban, és órót maradtam három évre milyen szerepeket játszottál, hogy nem tudod Ez volt a legnagyobb szerepem, meg ennek nagyon örültem is, de mit tudom, operetben játszottam, nem is tudom, hogy melyik volt, viszont ebből adódik, hogy én aztán rádióban mondó lettem, mert egy operetben, a Bála Szavolyban szími operetben az volt a szerepem, hogy mikrofonnal el kellett mennem ebbe a bizonyos bálba, és onnan tudósítani, hogy mi történik most a bálban, és az én barátnő Máriás Melinda színésznő volt. Sajnos ő már nincs közöttünk. És ezt a kis jelenetemet, ő volt tangolita ebben a darabban. És mindig megnézte a, nem a súgó, hanem a ügyelő pult mellől, és aztán azt mondta nekem, hogy jaj, hát te nem szereted a színhát, olyan jó hangod, a miért nem mégy el rádió bemondónak, és hát tudod, vidéken, de hát hol, de rádió, csak hallom, hogy szól a rádió és hát ez nekem ilyen elérhetetlen dolog volt, és mit ad Isten egy hét múlva a rádió újságban megjelent egy hirdetés, hogy rádió bemondókat keresnek, budapesti lakosú férfiakat. Hát én nem voltam budapesti lakos, viszont megbeszéltem egy volt évfolyamtársammal, aki Pesten lakott, hogy az ő címét adtam be is. Hát ennyiben füllentettem, hogy én Budapesti vagyok, és akkor három rosta volt. De, de akkor az, az időtájt rengetegen jelentkeztek. Itt is több mint kétezer hát jelentkeztek azért, akkor. Én nem is tudom, miért akart. Illetve most már tudom, hogy miért akart mindenki, mert gyönyörű pálya ez, nagyon szép. És aztán akkor úgy adódott, hogy abban az évben csak engem vettek föl. De én addig senkinek nem szóltam otthon se, ott a szint. Akartad nagyon szeretted volna, nagyon. Igen. Igen, nagyon. És volt egy, hát az idősebb korosztály emlékszik, még Körmendi László, egy legendás hírű rádió bemondó volt, gyönyörű hanggal, és ő volt az egyik ilyen bizottságban, felvételi bizottságban. És amikor vége volt ennek a harmadik felvételinek, akkor én kiültem a híres rádió pagodába, ittam egy kis szódavizet vagy valamit, és mikor jöttek ki ezek a bírálók, akkor a Laci bácsi oda jött hozzám, és úgy megveregette a vállamat, hogy Brahms, kiskomán Brahms, nem Brahms, mert műsort kellett ismertetni, Aha. Fel, és mondtam, hogy Brahms művet játszik valaki, és Brahms, azt mondja, de lesz még időt megtanulni. Akkor én várom. sejtettem, hogy Aha. majd jön egy levél néhány nap múlva, és akkor... És milyen volt ezek közé a már akkor is nagy öregek közébe kerülni. Egyáltalán hogy fogadták azt a vidéki kisfiút, vagy, vagy hogy láttak, vagy mennyire segítettek téged, vagy épp nem? De segítettek az első perctől kezdve, és amikor első ö, nap bementem a Bródi utcába, akkor volt egy bemondó pihenő, ez 1978. december 15-én <laughs> volt, és ö, ott én leültem, és mondták, hogy várjam, majd jön egy kolléga, aki fölvisz engem, és bemutatja a bemondó stúdiókat. És hogy kiléptünk ebből, egy emelettel följebb voltak a bemondó stúdiók, és lehallottam Bőzsöny Ferenc hangját. Nem tudtam, hogy ő a Bőzsöny Ferenc, csak tudtam, hogy szól a rádió. Uh -huh. Nem tudtam, hát csak a rádióból ismerem, és egy kolléganőnek a hangját, Váradik lárít, és hát akkor érintett meg, hogy úristen, hát hova kerültem? Úgyhogy ez fantasztikus élmény volt. De választottál közülük magadnak valakit, akire azt mondtad, hogy na, nem tudom, példaképen vagy. Valaki kiválasztott téged, aki úgymond mentorált téged? Igen, az elején. Az első nap Dömög Gábor volt az, aki levitt a is gyönyörű volt, igen. Volt. És um. levitt a stúdiókban, bemutatta nekem, hogy hogy mennek a felvételek és sose felejtem el, rögtön az első nap volt akkor egy ilyen műsor a 22 órai hírek után, hogy 10 perc külpolitika, és azt neki kellett volna felolvasni, és na ülj be, öcsi, aztán nézzük meg, hogy és akkor beültem a... Tizen... volt, vagy? Nem volt akkor semmi, csak úgy beültem, de nem tudtam én, hogy mit ke És kezembe adta ezt a papírt, hogy olvassak fel róla valamit, hogy nézze meg. És képzeld el, hogy tíz percet, mint egy hályok kovács, azt szokták mondani. Én bakinélkül nélkül hibátlanul felolvastam, és rögtön az első nap este már ez lement adásban. mert akkor, ez mindig akkor vették föl. És én akkor albérletben laktam Budapesten, és másnap, mikor készültem a fürdőszobában, akkor az ágyamon volt a kis szokorrádió, és ahogy borotválkoztam, hall, egyszer csak hallottam egy hangot, ami az enyém volt, és ettől olyan, olyan rossz érzés jött rám, hogy odaszaladtam, és le, lezártam, a, elcsavartam, hogy ilyen tudathasadásos állapotban voltam, hogy mi lehet mi ez? Hát én itt vagyok látszóval tudod, igen. ilyen igen. nagyon rossz érzés igen. volt akkor Hát aztán utána már természetesen tudtam. Hát hogy mert ezt kell aki, adatni. és bocsánat, ezt a nézőknek mondom, hogy mikor neked vagy nekem azt mondják, hogy milyen kellemes. Mi nem érezzük, nem érezzük azt. Érezzük. Igen. nem? És igen. akkor valóban először találkozni egy technikai eszkü, egy tárgyból, a hangoddal, hát igen, igen. el tudom képzelni, hogy milyen érzés lehetett az, vagy milyen állapot igen. volt az úgy, azt megélnem. És természetesen ez az első nap volt, de ez nem azt jelentette, hogy attól kezdve én már ne. híreket mondtam, hanem ugyanúgy beültem aztán szegény vadászági mellé, aki most ment el közülünk, ő tanított meg például az órát olvasni, ott ült a, mondta híreket, konferálta a műsorokat, és akkor minden ilyen váratlan pillanatokban meg kell, hány óra? Mert hogy pontosan kellett tudni azt, hogy felnézek az órára, hogy akkor ha a másodperc mutató még a 30 előtt van, akkor azt mondom, hogy 18 óra 24 perc, de ha egy másodperc, akkor már 25 perc. És ott nincs idő gondolkodni néha, nem volt, és akkor... Szóval ezeket az apró mm. szakmai fogásokat nagyon lelkiismeretesen és nagyon becsületesen ezek a nagy megtanították nekem. Soha tévésektől annyi jó történetet, esetet, szituációt nem hallottam, mint amit a rádiósok meséltek, hogy megesett velük. Én nem tudom, tehát a sok komoly rádió belmondó, amikor épp nem élőben rádió szerintem, mint őt Annyira jól szórakoztatok ott, humorral volt, nem? nem ugye valahogy így érzem, de. hogy lehet, hogy attól, hogy a tévében mi látszódtunk, az igen. egy más, meg aztán később te is természetesen látszódtál, de hogy, hogy a rádiósok azok virgonckodtak szerintem nagyon sokszor. Igen, a televízióban talán annyival könnyebb volt, Hát egyrészt az, hogy egy-egy megjelenés az csak néhány perc volt maximum. A rádióban viszont végig kellett vinni egy napot, vagy tíz percig mondani a híreket, és ott mi nem látszottunk. De a tévében, ha valami kis hibát vagy bakit ejtettünk, akkor úgy mosolygott az ember, és úgy elnézték. De a rádióban csak a hangod van, tehát nem, sokkal nehezebb volt nekem. Uh -huh. De bevallom őszintén, hogy nekem azért a rádió volt a kedvencem. Megöldezi, nagyon szerettem a, a, volna. a televíziót, hát, igen. Hát. igen, nagyon szeretem most is, de, de a rádió volt. Nyilván azért, mert ott kezdtem először beszélni jó hangosan, hogy Nyiregyházán is meghallják, <laughs> és hát az első élmények azok oda kötnek a rádióhoz, és nagyon szerettem. A televízióban, amikor szolgálatban voltunk, akkor csak te voltál egyedül, meg én voltam, egyedül, esetleg egy operatőr állt velünk szembe. Igen. Itt viszont. Három adó volt, azon kívül még voltak felvételekre. Tehát mindig nagy társaság volt, hogy úgy mondjam, társaság, kollégákat ültünk, és hát persze, hogy beszélgettünk sokat, meg viccelődtünk, hát hogy ne. Az, az nagyon kellemes viccek voltak, meg hát egy-egy aztán nevetgettünk hosszú-hosszú ideig. Most eszembe jutott, ugye annó híradóztunk is a tévében, miben mondók, Ugye, fiúk ti ott mindig előnyben részesültetek, mert az első kiadásban ti látszódhattatok, de hát, a fajból adódóan nem? Hogy mindegy, de már a második nem kiadásban meg mégiscsak látszódhattam. Igen, Na mindegy, igen, nem is igen, ezt igen. akartam most, pláne neked így szemrányásként. Bozai Jóska, ugye, aki őt is ismerte, tehát mindig a komoly hírolvasó, komoly hanggal és hogy Hány olyan híradót csináltunk végig, hogy amikor éppen valami filmbejátszás volt, a Bozai, mint egy rossz gyerek. Igen. És el tudom képzelni, hogy a rádióban, a rádióban meg... A is. Ugye? Hogy, hogy ő aztán egy klang volt, és, és... Hírek alatt mutogatott, Úgy. fantasztikusan tudott híreket olvasni, Igen. el se kellett neki olvasni, nagyon profi hírolvasó Igen. volt, meg bemondó, és tartotta, bohózkodott a papírral, fordítva tartotta, és akkor így olvasta. Fantasztikus humorra volt a Jóskának. Igen, de meg hát olyan dolgok televízióban nem fordulhatott elő. Éppen már említettem uh -huh. mindkettőt, kettőt, Feri és Debrenti Piroska, hogy akkor páros hírek, fénykép van, nem én láttam, hanem fényképet láttam csak. Nyáron hát nem volt légkondicionáló berendezés a uh -huh stúdióban, és akkor egy lavorban volt a lábuk, mezitláb voltak, és hát alsógatyában bőzsöny és piroska is elég hiányos mert a vagy kombinében ült végig, igen. De hát ezt tévében ez nem lehetett. Azért az nagy dolog volt, amikor a tévébe áthívtak téged, hogy először bemondóként, és aztán sok-sok műsorvezetőjeként szerepelj? Tehát ezt így nagy dolognak érezted? Egyrészt nagy dolognak, meg megtisztelőnek, és én nagyon-nagyon örültem ennek, de mielőtt a bemondó stúdióban dolgoztam volna, én már dolgoztam a különböző. A jogi esetek a jogi volt esetek. nekem az első televíziós megjelenésem, ami, mint mondtam, 78. decemberében kerültem rá, és 79. elején egy-két hónappal. Talán január-februárban áthívtak, mert a Barra a Mária kolléganő Fényleg. elment uh, szülésszabadságra, szabadságra, igen, és akkor áthívtak, hogy én menjek oda be. Fényleg. És akkor ott maradtam néhány, uh, hát nem is tudom, két évig, vagy meddig ment még a műsor, mert aztán egyszer, az egyszer csak megszűnt. És akkor, mikor már ott voltam, akkor hívtak ilyen kisebb uh, de megjelenés. Bemondóként is de bemondóként búgóztam. voltam, de hát az már de? később volt. Aha. Tehát már híradóztam is előtte, mielőtt én még ha. azt hivatalosan a bemondói stúdióba kerültem. Ha. És akkor utána át is váltottam. 17 év után a rádió volt addig a állandó munkahely, utána pedig a televíziót és másodállásban dolgoztam a tele, vagy a rádióban. Hát, mint ahogy Kertész Zsuzsi se mint ahogy, igen, igen, a rádiótól, pedig ő is Ő is járt kezdte. vissza, igen. igen. Igen, ő is járt sokat vissza érintettük már a verseket, és hát mindenképpen szeretnék erről, ha úgy többet beszélnénk, mert bevalom neked őszintén, én, hát most, ha éveket számolunk, nem is olyan nagyon régen tudom, hogy te, te előadó művészként és versmondóként is járod az országot, vagy fellépsz és szerepelsz, és én nagyon-nagyon szeretem, ahogy te verset mondasz, mert nem szavalsz, nem előadsz, hanem elmondasz egy verset. Most már értem, hogy honnan ered a versek iránti szeretetet, szerelmed, és hát ez meg, hogy mind a mai napig, mert a maikor kor embere rohan szerintem, és közék tartozom én is, hogy, hogy, már nem veszek elő egy verses kötetet, amit most nagyon szégyenkezve, pironkodva vallok be, és ezért is tisztelet neked, hogy te meg nem csak a munkád miatt, hanem a, a lelked miatt minden nap mondasz verset, meg olvasol verset. És érdekes az is, bocsánat, kicsit hosszan vezetem nem, elő, de nem csak kérdést vezetek elő, hanem a, a magam gondolatát, hogy, hogy azt mondod, hogy te magyar költők verseit, és nem igazán mondasz műfordításokat, mármint külföldi költőket, hogy, hogy ez miért döntöttél így például, hogy te azt mondtad, hogy csak magyar költőket. Tudod, ezzel úgy vagyok, hogy a kitűnő fordítóink vannak. Igen. Fantasztikus költők fordítják a külföldi verseket, de nem vagyok benne biztos, hogy Tóth Árpád, amikor lefordítja az Őszi Sanzont Berlen versét, azt a pársoros kis csodát, hogy az vajon Verlen érdeme, vagy Tóth Árpád fordította ilyen gyönyörűen. Ahogy én azt olvasom. Mert elolvas, nem olvasom, csak át, közönség előtt nem mondok. Uh -huh. Persze előfordult már, hogy felkérés, hát hogy nem mondtam volna, de kívülről meg nem tanultam még külföldi költők verseit. Most a napokban voltam egy jótékonysági hangversenyen, a második Kerület Egészségügyért minden évben a Törös Alapítvány tart egy jótékonysági klasszikus zenei koncertet, és én mindig felkérnek minden évben a saját kerületem, hogy uh, már úgy értem, hogy saját kerületem, hogy én, igen, én is igen. ott hát, élek. ott <sínt> éppen idén <sínt> ismerték el uh, uh, azt, hogy te mindig uh, adod a munkádat, a lelkedet, a szeretetedet a, a, a kerületnek, úgyhogy... Örültem is. Nekünk, igen, igen ezt úgy éreztem neked jól esett, mert ki is járt. Na, <sínt> igen, ez csak el. Igen. <sínt> és... Uh, az impressionista muzsikát hallottunk, Döbüssi többek között ezen a koncerten, vagy játszott a Duna Szimfonikus Zenekar, és engem pedig arra kértek, hogy műsorvezetés közben, ha tudok, akkor egy-két verset mondjak el. És mivel francia muzsikusok, vagy zeneszerzők muzsikáját játszottam a zenekar, mivel én külföldi, mint mondtam, külföldi költők verseit nem nagyon mondtam, ezért az jutott hirtelen, akkor jutott eszembe, hogy Somjó Györgynek elmondom egy írását. Somjó György, aki ezer szárral kötődött a francia irodalomhoz, tanult a Szorbonon, élt évekig Párizsban, sőt a francia, vagy a párizsi Malármi akadémiának is tagja volt, sőt jelentek meg francia nyelven írt költeményei, kötet, két kötete is megjelent francia verseket, és ott elmondtam egy Somjó György mesét, mert ő adta ennek a címét, hogy mese a virágról, akkor átadom neked ezt a csokorvirágot. Oh, Járok-kelek a szobában, feltérdelek a székre, az íróasztal elé, könyvbe lapozok, rágyújtok, iszom egy kortyot, szavakat keresek. A nagy rózsaszín peónia mozdulatlanul áll a vázában, Veszem a kabátom, elmegyek hazúról, futok a dolgom után, azután, amiről azt hiszem, hogy az én dolgom, hazaérek. A peónia ugyanott áll. Felén fordulva rám néz, nagy sziron fejével szakadatlanul rám néz. Nem ún meg. Egészen kitárulva, olyan, mint egy hangszóró. Mint a párizsi Notre-Dame óriás rozettája. Hogy fejezzem ki magam, a peónia nem akarja magát kifejezni. Azonos önmagával, minden további nélkül. Attól olyan gyönyörű. Pedig csupa érzékenység. Ha elmegyek előtte, lépteim hullámzása a padlón már elég, hogy minden szírmát megborzongassa. A növényi lét után sóvárgok. Az öntudatlanság nem emberi vigasza után. Nem. Nem virág szeretnék lenni, mint ő. Csak annyira ember, amennyire a virág virág. A nagy rózsaszín peónia. No, ez Somjó jó györgy meséje volt. Köszönöm és köszönöm, szépen. hogy itt most valahogy sor került rá. Köszönöm köszönöm te sok-sok költőversét mondta, CD-k jelennek meg, járod az országot, kiállítás megnyitók a kon, mondasz, tehát nagyon sok lehetőséged van, de egy költőhöz talán jobban kötöttél, mint bárki máshoz, és megadatott neked, hogy életében sokat találkozhattál vele, Szícsi Margittal, ugye. Milyen az, amikor egy, élő költővel a verséről beszélhetsz, és valamiféle akár útmutatót kapsz a vers értéséhez, értelmezéséhez, már ha erről beszélgettetek. Igen. Azzal a butasággal kell kezdenem, hogy mikor én elkezdtem verset mondani, és megláttam, bocsáss meg nekem, megláttam egy női nevet egy vers fölött, akkor én mindig tovább lapoztam. Nekem nő ne írja a verset, mert hát nem tudnak a nők, az férfi munka a versírás. De hát mondom, ez az igen, e, a legelején igen. volt. És egyszer Debrecenben egy irodalmi estet hallgattam meg, ahova én néhány perccel később érkeztem. Már az előadó művész mondta a verset a pódiumon, és nekem földbe gyöke, egy nagyon hosszú vers volt, földbe gyöke, a lábam, hogy én még ilyen csodát nem hallottam. És akkor vége volt, megkérdeztem tőle, hogy ki írta ezt a verset, és mondta, hogy Szécsi Margit. Akkor beültem a Debreceni Egyetemi Könyvtárba, és mindent, amit addig írt Szécsi Margit, én elolvastam a róla szóló írásokat, amit ő írt, katalógust készítettem belőle, hogy könyvtárszakot is végeztem, tehát tudtam, hogy hogy kell ezt megcsinálni, és egy ilyen stóc. Összegyűlt, és csináltam egy önálló estet szécsi Margit verseiből. Minden könyvét megszereztem, megvettem, és ezt most itt a nagy nyilvánosság előtt bevallom, egy kötete hiányzott, és azt a Hajdusszoboszlói könyvtárból elloptam. Hát Pontosabban elfelejtettem visszavinni. de én ezt utána megmondtam, és ki is fizettem az árát, és amikor ki, akkor megmondtam, hogy ez véletlen, nem véletlenül maradt nálam de megbocsájtották. És amikor uh, kész volt az est, akkor fölhívtam Nagy Lászlót, mert tudtam, hogy ő a férje Szécsi Margitnak az élet dolgozik, és, és akkor mondtam neki, hogy a feleségének a verséből csináltam egy önálló estet, szeretném az engedélyét kérni, hogy bemutathassam, meg megmutatni neki. És akkor megadta Nagy László az otthoni telefonszámokat. Én Debrecenben voltam, és Debrecenből fölhívtam Margitkát, és utána néhány hónapon keresztül, havi kétszer legalább a személy vonattal felutaztam hozzájuk. Az Árpád fejedelem útján laktak, a negyedik emeleten. Fantasztikus, azt nem tudom elmondani, hogy az milyen élmény volt, mikor én először szembe kerültem vele. És egyrészt gyönyörűen mondott verset, másrészt volt olyan vers, amit nekem adott ide először. Tehát én láttam, hogy még benne vannak a javítások és aztán utána később megjelent kötetekben. És ami nagyon nagy élmény volt nekem, a szobaajtó üvegből volt, és azon nagy László képei voltak ilyen sötétítőként, de hát ő ugyanis köztudottan nagyon jó képeket festett, meg grafikákat csinált. És akkor mindig úgy kezdtük Margitkával a beszélgetést, hogy elhúzta a függönyt, és azt mondta, hogy csukjuk be az ajtót, ne zavarjuk Lacikát. És a Lacika, Nagy László, a 20. század második felének egyik legnagyobb költője. ott volt tőlem 5 méterre, de egy ajtó elválasztott, és soha nem találkoztam vele, még nem egyszer meghívták őket Egerbe egy író találkozóra, és Nagy László verseit Timár Béla, aki fiatalon meghalt, érte. nagyszerű színész volt, ő mondta, és Szécsi Margithoz meg engem kértek. És akkor először is utoljára Egerben találkoztam Nagy Lászlóval, és aláírta nekem az egyik kötetét akkor. Most gyönyörű, ezek olyan meghatározó élmények maradtak nekem, hogy fantasztikus ilyen. És aztán az előadóestet megcsináltuk, és Margit elvitt Zuglóban, most hirtelen nem jut esze a Kassák Művelődési Házban, táncház volt, és a sebőferiek ott játszottak akkor még, ők már nagyon híresek Én, voltak, igen. de még egész fiatalok, és Margit is nagyon szeretett táncházba járni, és mikor Pesten voltam, akkor elvitt magával. És akkor utána a sebőékkel együtt mutattuk be Debrecenben ezt a szécsi Margitestet. Az, hogy neked ez micsoda életre szóló élmény sora volt. Ugye ezt most elmeséled, de vajon neki a költőnek, hogy, hogy találkozik egy fiatal előadó művésszel, Hogy vajon neki ez a kapcsolat, barátság? Ez, ez mit jelenthetett? Miért fogadott ő olyan szívesen téged? Ezt látod nem tudom. Nem tudom, fogalm, pedig hát az ő verseit azért akkor már Berek Katitól kezdve a sebőjék megzenésítették, nem tudom, de olyan barátsággal fogadott az első perctől kezdve, és nagyon sokszor találkoztunk például, ő mindig kávéházban írta a verseket, és beült a sarokban, de szembe a, a bejárattal, tehát ő szemmel tartotta az embereket, és akkor fantasztikus verseket írt, meg portrékat, itt a kávéját, és rengeteget cigarettázott, és ott is találkoztunk vele sokszor. Nem tudom, hát biztos, hát biztos örül annak, hogyha foglalkoznak az ő verseivel. Nem, ezt nem tudom megmagyarázni. Nem, soha nem próbáltam verset írni, meg hogy az én versemet valaki elmondja, de, de biztos, hogy hát az, az mindenkinek jó lesik, gondolom. Hogy, de, De hát ez nekem nagy-nagy az... élmény persze, volt. Persze. És utána természetesen megváltozott a véleményem, nagyon sok nőnek a versét is elmondtam. Ő nem szerette, hogy azt mondták, hogy költőnő. Mert aztán készült velem egy interjú a Debreceni újságban, és az újságíró úgy írta, hogy... Készül egy előadást, de maigából Gábor Széchi Margit költőnő verseiből, és Margit ezt látta, ezt a cik, mm. mondta, hogy nem szeretem a költőnő, csak költő van, nincs költő, és ebben talán még igaza is van. És megelőzte azt a kort, mert Igen. ma már ugye igyekszünk nem hozzátenni, hogy színész nő, költő nő, festő nő, hanem Igen. az, aki... Költő Lassan-lassan lekerekítjük a beszélgetésünket, de hát azért szeretnék más titkot is elárulni rólad a nézőknek, mert nem biztos, hogy tudják rólad, hogy hány darab nyakkendő van a nyakkendőgyűjteményedben. Hát nagyon sok rengeteg, több zacskóban van már. Hát tudod, nekünk annak igen, idején nem persze. jöttek a stylistok, hanem magunknak kellett uh -huh. kiállni a saját ruhánkban. Majd azt a vége fele már igen, hát az utolsó úgy, évben igen, talán. Igen, igen. És, az, hogy minden alkalomra zakót, meg öltönyt fegyen az ember, az nem ment. Egy nyakkendőt, azt mindig vettem, és az uh -huh. összegyűlt. Hát rengeteget már oda is ajándékoztam. Uh -huh. Hát szerintem több, több száz, biztos van kétszáz darab, nem tudom. Uh -huh. nem tudom. Különböző zarnányozásokból. Meg van. gondolom ajándékban is. Meg ajándékban is rengeteget kaptam. Jól. Igen, igen, igen. Nagyon és akkor sok még nem. van egy gyűjteményed, abból néhányat már én is láttam, a madár etető gyűjteményed. De hát ezek nem akármilyenek, tehát nem olyan madáretetőt kell elképzelni, hogy kis fából kalitka, hanem ezek míves, szép darabok. Igen, azokat is mindig láttam egyet, és akkor azt megvettem, meg abból is kaptam ajándékot, hát az is ott közelíti a húszat. Hála Istennek, én nagy kertben uh -huh. lakom, és akkor rengeteg fa van, majdnem minden fán a van egy madáretető a madaraknak. Hát a Madártani Egyesület a te kertedre írta ki, hogy... Madár, barát, barát kert. kert. Hát Igen. nem hiszem, hogy sok kerten van ez, nem? <laughs> hát nem tudom. Igen, én nagyon-nagyon szeretem is. De hát télen gyönyörködik az emberben. Igen. Bent a szobában látod, hogy ott van tőlem néhány... Uh -huh. Sőt, annyira odaszoktak a madarak, hogy már most például, ha kimegyek az udvarra, és ott vannak a rigók, uh -huh. mert itatók is vannak a földön, de azok csak ilyen egyszerű uh -huh. virága látítatók csak víz is kell nekik nem mennek el, nem ilyen. Éppen már majdnem megfogom, mikor egyet röppen mm. és arra megy, hogy hagyjál békén is. Uh, szeretem mm. nagyon állatokat, kutyákat, madarakat, kutyám Még. is van, és hogy, meg a gyógynövényeket is nagyon szeretem, vagy a növényeket szoktam ültetni, Még. igen. Ugye ez egy szép születésnap a 75 valahogy, ha az ember így a számokat nézi, nem? Tehát, hogyha így Csinálsz-e számvetést, vagy visszagondolsz-e az elmúlt 75-re, vagy inkább megfordítom, az elkövetkező mondjuk 25-re? Akkor hogy Kedves gondolsz? Vagy. Nem, nem foglalkozom. Soha nem voltam jó számokból, de nem, valahogy nem is. Most már két barát is megkérdezte, hogy akkor majd elmegyünk egy, meghívhatlak. És mondtam, hogy nem kell, most mit, ne ünnepeljünk, hát majd, nem, nem, nem kell. Hát biztos, hálát kell adni, hogy az ember megérte ezt a hosszú év, időt, de nem. Egyrészt nem érzem magamat más másrészt pedig, hát, én nem voltam soha ilyen nagy mulatozós, hát soha életemben nem ünnepeltem egyetlen egy születésnapomat se. Hogyha azt mondták, hogy Isten éltesen, aki tudta, hogy mikor születtem, az jó esik, vagy névnapon, de hogy én ezért tegyek egy lépést is, ez nem... Aztán majd kedden van a születésnapom, nem tudom milyen nap, a szerdán, az egy mm -hmm. új nap is. így vagyok a szilveszterekkel is. Én soha nem szerettem nagy bulikba járni szilveszterkor. Sem. Nem, nem szerettem. Emlékszem, hogy Kertés Zsuzsival jártunk a Stefáni honvédművelődési ház, igen, ugye igen. az volt. Uh -huh. Egy időben felkértek minket, hogy menjünk oda műsort vezetni, ott több helyszínen zajlottak a műsorok, és mind a ketten örömmel mentünk, mert legalább ne, nekünk nem kellett azt mondani, hogy jaj, most hol fogok szilveszteni, és jókat beszélgettünk ott, úgyhogy nagyon, nagyon... Soha nem volt ilyen nagy Amikor sensz. erre az adásra vagy beszélgetésre készültem, nem tudtam, hogy a születésnapot pont így, így ebbe az időbe esik, de hát akkor ezzel kezdtem, ezzel végzem, hogy Isten éltessen. Köszönöm Legalább ilyen derűben, egészségben, aktivitásban, hiszen most is, most is sokat dolgozol, televíziózol, előadó estekre jársz, tehát nem unatkozol most se, úgyhogy legyen ez még jó darabig így. Örülök, hogy itt jártál nálunk, úgyhogy köszönöm szépen. Én köszönöm a kívásodat. Mint ahogy önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Tudják, itt a TV Szentendrén még megismételjük ezt a műsort, ha kedvük van, üljenek, újra lenézzék meg, aztán pedig jöjjenek a Youtube csatornámra, mert ott aztán ott marad az idők végezetéig, iratkozzanak fel, ne felejtsék el, mert akkor ilyen érdekes, kellemes, tartalmas beszélgetések résztvevői lehetnek, mint ez a mai is. Viszontlátásra!